A bűncselekmények áldozatainak napja alkalmából szerveztek tanácskozást a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és a Polgármesteri Hivatal munkatársai március 7-én. A programnak a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kara adott otthont. Sűrés István alpolgármester, a Hajdúböszörményi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum társadalmi elnöke kiemelte, céljuk, hogy az áldozattá válás megelőzésére, megsegítésére, továbbá a társadalmi szolidaritás fontosságára hívják fel a figyelmet a rendezvénnyel. A bűnözők sohasem pihennek, naponta mintegy 250-en válnak bűncselekmény áldozatává Magyarországon. A KSH adatai szerint 2020-ban csaknem 95 ezeren váltak áldozattá, amely döbbenetes tény, fogalmazott. Hát mindenképpen azért tartom fontosnak, mert egy ideje nem működött, különböző okok miatt nem tudott működni ez a szervezet, viszont a problémák azok itt maradtak, amelyek megoldás nélkül maradtak. Én nagyon örülök annak, hogy néhány lelkész szakember felvetett ezt a gondolatot, hogy próbáljunk újraindulni, próbáljunk a közért cselekedni. Ez szerencsére nyitott fülekre tanált, és az elmúlt év folyamán először sikerült újra alakítani a KEF-et. Megtanáltuk a társpartnereinket, elkészítettük a szervezeti és működési szabályzatunkat, amelyet beteljesztettünk a testület elé, utána elfogadtuk a stratégiánkat, szintén a testület elé került, legutóbb pedig a cselekvési tervben a konkrét feladatokat vázoltuk. Örömmel tájékoztatom a kedves hallgatókat arról is, hogy Hajdúböszörmény önkormányzata is fontosnak tartja, hogy ez a szervezet működjön, és az éves költségvetésünkhöz 500 000 forinttal járult hozzá, ez elsősorban pályázati alap, de például olyan rendezvényen, mint a mai is tudjuk fordítani. A mai napon egy nagyon fontos, kiemelkedően fontos téma kerül napirendre. Ezt miért is tartottátok fontosnak? Igen, ez az áldozattá válás témája. Ugye ezt tudni kell, hogy áldozattá bárki válhat, akaratától függetlenül is, és a tendencia is azt mutatja, hogy egyre több áldozat van, és amire külön oda kell figyelni, ennek egy jelentős része közel harmada statisztikák szerint rejtett marad. Tehát erről mindenképpen beszélni kell, fel kell hívni a figyelmet arra, hogy igenis az áldozattá válásba bárki beleeshet, a bűnözők ittnak közöttünk, figyelni kell rá, ha más nem tudunk elérni, csak felhívjuk a figyelmet arra, hogy hogyan kerüljük el azt, hogy áldozatok legyünk akármilyen bűncselekményben, már nem dolgoztunk. És ez a mai nap erről szól, egy elméleti előadás az áldozattá válásról, illetve a rendőrség részéről pedig az előről gyakorlatban megvilágítja ezt a kérdést, illetve kérdésekre is reagálni fog. A program további részében Tulner Gabriella, klinikai szakpszichológus, az áldozattá válás lelki hátteréről szólt. A szakember elmondta, a fizikális, a szexuális és az érzelmi bántalmazás mellett az elhanyagolás is jelentős probléma ma Magyarországon. Kiemelte, baj igazán akkor van, ha a bántalmazás láthatatlanná válik. A tanácskozás további részében Kis Imre, a Hajdúböszörményi Rendőrkapitányság munkatársa a helyi tapasztalatokról számolt be a hallgatóságnak.